Következő előadónk Wiener György, aki a marxi történelem elméletről tart előadást. Szerencsére én nem vetítek semmit, ezzel nem megy az idő. Ezzel együtt a 15 perc az rendkívül kevés bármilyen témának a kifejtéséhez. Mindaz, amit el fogok mondani, az részben különbözik néhány korábbi előadás megközelítésétől, egyértelműen jelezve, hogy a marxi elméletből sokféle nagyon jelentős következtetés vonható le, és lényegében az az álláspont, amely szerint egyetlen egy lehetőség nyílik arra, hogy Marxot interpretáljuk, az megalapozatlan. Ennek különböző okai vannak, én most csak egyetlen egyet emelnék ki, amiről egyébként eddig már szó volt, mégpedig az, hogy a történelmi folyamat előrehaladásával ugyanazoknak a szövegeknek a jelentése, értelme gyökeresen megváltozhat. Az én megközelítésemben a marxi elmélet történelmi elmélet. Ez azt jelenti, hogy nem a filozófiai mozzanat játszik meghatározó szerepet, a német ideológiából lehet számos olyan mondatot előhívni egy ilyen álláspontnak a megvédésére, amely egyébként közismert, én egyetlen egy ilyet mondanék. A valóság ábrázolásával az önálló filozófia elveszíti létezési közegét. Természetesen ez a mondat nem azt jelenti, hogy a filozófiának nem lett semmilyen meghatározó szerepe, de azt mindenféleképpen, hogy a marxi elméletet nem filozófiaként, hanem olyan elméletként kell értelmeznünk, amelynek az állításai elméletileg és empirikusan egyaránt bizonyíthatóak. Arra van szükség, hogy az elméleti megközelítést és az empirizmust épp úgy egységbe foglaljuk, mint ahogy az elméletet és a gyakorlati politikát is egységként kell szemlélnünk, ahogy ez például Gramsci a gyakorlat filozófiája kategóriájával megfogalmazta. A dolog lényege tehát az, hogy a marxi elmélet igazi törzse az én megközelítésem szerint a materialista történet felfogása a történelmi materializmus. Ennek meghatározó leágazása egy adott társadalmi forma, a kapitalizmus esetében a kapitalizmus politikai gazdaságtana, ugyancsak egy leágazása ennek a marxi politika elmélet. Első közelítésben úgy tűnik, hogy ez semmi más, mint a hagyományos politikai gazdaságtan, dialektikus és történelmi materializmus, illetve tudományos szocializmus felosztás. Valójában azonban nem ez a helyzet, mert a marxi elméletet nem szűkíthetjük le a kapitalizmus kritikájára és egyfajta szocialista-kommunista társadalom létrejöttére vonatkozó állítások összességére, hanem az egész világtörténelem átfogása történik a marxi elmélettel, amelynek itt a döntő mozzanata a társadalmi formáknak a teóriája, a társadalmi formák elmélete összefoglalja az emberiség írott történelmét az időszámítás előtti 3000-től egészen 2018-ig és még tovább. A társadalmi forma elméletnek az egyik központi vita témája az ázsiai termelési mód kategóriája volt. Az ázsiai termelési módra vonatkozó állítások azonban nem kizárólag arra vonatkoznak, hogy ázsiai termelési mód volt-e, vagy korai rabszolgatartó társadalom volt-e, vagy ázsiai feudalizmus volt-e, hanem a marxi történelmi elméletnek azt az alapvető jellegzetességét ragadja meg a kategória, hogy az emberiség történelme nem lineáris, az emberiség történelme az térségek és idők alapján megosztott és tagolt, hogy nincs egy általános fejlődési út, és ebből a tételből vezethetőek le olyan a mai állapotokra vonatkozó állítások, mint amelyet a világrendszer elmélet tesz centrum, félperiféria, periféria esetében, fejlettség és elmaradottság esetében, és amely egyébként magyarázatot adhat arra a korunkra jellemző sajátosságra, hogy a korai állam vagy politikai szocializmusok marxi kategóriával érve nyers kommunizmusok miért buktak meg, illetőleg ahol fennmaradtak, most bejutottak el a bukás közelébe. Tehát azt kell világosan látnunk,
hogy milyen speciális történelmi feltételek mellett jött létre az antikvitás, amely nem oldható fel egyszerűen a rabszolgatartó társadalom kategóriájában, és mi a nyugat-európai feudalizmusnak a jelentősége, amely kategória nem terjeszthető ki a világ összes többi részére, ezért nem lehet kínai, japán, indiai, dél-amerikai, stb. Feudalizmusról beszélni. A feudalizmus kategóriá ugyanis, amelyik a germán tulajdonformára épül, az azt jelzi, hogy a történelemben kizárólagosan és egyedül Nyugat-Európában és Észak-Európában és annak is csak meghatározott részein jött létre egy olyan termelési mód, amelyből maga a kapitalizmus kifejlődhetett, és ahol ez kifejlődött, azok a kapitalista államok ma a centrumállamok, ahol pedig a kapitalizmus később jött létre, vagy egy kívülről bevitt forma volt, vagy ahol nem is voltak meg a belső feltételek a kifejlődéséhez, azok kisebb mértékben a félperifériát és nagyobb mértékben a perifériát alkotják, és egyben arra is választ adnak, hogy miért sikertelenek akár kapitalista, akár korai szocialista módon a felzárkózási elképzelések, hogy mi a döntő oka annak, hogy a világ vezető államai egy-két kivételtől eltekintve ma is döntően azok, amelyek évtizedekkel vagy egy évszázaddal korábban azok voltak. Maga a germán tulajdonformára épülő feudalizmus, tehát itt a kiinduló pont, amely azonban még Nyugat-Európa egészében sem érvényesült. Közismert az a tétel, hogy a feudalizmus létrejöttéhez az ősközösség bomlásának és a bomló antikvitásnak kellett érintkeznie. Ezt a tételt azonban tovább kell fejleszteni azzal az állítással, hogy ahol túl közeli volt ez az antik örökség, ott az antikvitás maradványai sokkal meghatározóbbak voltak, és ezek ma azok a dél-európai mediterrán államok, amelyek például most az Európai Unióban bebizonyították, hogy épp úgy képtelenek felzárkózni Portugáliára, Görögországra, Dél-Olaszországra, Dél-Spanyolországra lehet gondolni, mint ahogy a kelet-közép-európai országok felzárkózása is teljes mértékben elmaradt a várt rendszerváltást követően, miközben a polgári tudományosság csak arról tud beszélni, hogy nem kellően veszik át az angol száz intézményeket, vagy más nyugati intézményeket, amikor a polgári tudományosság csak hibákról, felelőtlenségről és egyebekről tud értekezni. A marxi történelem elmélet tehát világosan megmutatja azt, hogy hogyan vezethető le ebből a teóriából a mai világgazdaságnak a belső megosztottsága, mi a döntő oka annak, hogy az angol száz államokon, a skandináv államokon, illetve az angol száz egykori gyarmatokon létezik csak igazán centrumkapitalizmus, és azt is világosan megmutatja, hogy az úgynevezett emelkedő vagy felzárkózó piacok, amelyek sokszor valójában hanyatló gazdaságok, ezek közül miért egy Szingapúr, miért egy Hongkong, miért egy Macao a legsikeresebb felzárkózó? Azért, mert ezek európai telepek voltak, például a Szingapúrt 1819-ben létesítették a BITEC, hogy a távol-keleti kereskedelmi szempontjából egy meghatározó gazdasági és katonai támaszponthoz jussanak. Azt is világosan látnunk kell, hogy a marxi elméletben a társadalmi forma, teória, az vázlat. Tehát vázlat az, amit a német ideológia erről tartalmaz, és vázlat az, amit a Grundrisse Formen fejezete tartalmaz, és vázlat az a néhány megjegyzés, ami ezzel kapcsolatosan a tőke első, második, harmadik kötetében, illetve az értéktöbbet elméletekben található, és természetesen ez a helyzet a levelezésben, beleértve az Aszulics leveleket is. Tehát egy vázlatot kell kibontani, egy vázlat alapján kell tovább dolgozni, és itt a marxi társadalom kutatók számára még nagyon jelentős tér nyílik. Tőkei Ferenc, Godelier, Szürék Kánál, Sennó és mások részben Hozban voltak azok, akik ezt az elméletet továbbfejlesztették, kidolgozták. Az én megítélésem szerint a magyar Tőkei Ferenc hozzájárlása a legjelentősebb ehhez az elmélethez, de hogy mennyire ellentmondásos volt például akár a magyar közgondolkodás is,
Egyesek, akik a marxizmusnak egy másik, szerintem leegyszerűsített válfaját képviselték az öt társadalmi alapforma elméletével, ezt antimarxistának nevezték, a polgári tudományosság pedig úgy ítélte meg, hogy Tőkei lerombolta valójában a marxizmus, és ezáltal szabad utat nyitott a polgári tudományosság felé, miközben valójában teljesen másról van szó. De rögtön meg kell jegyeznem, hogy ez nem csak Magyarországot jellemzi, nem csak a magyar vulgáris marxizmus, és nem csak a magyar reakciós polgári tudományosságot, hanem olyan kiváló gondolkodó, mint a világrendszer elmélet megalapozója, Immanuel Wallerstein is azt írja, 2010-ben magyar nyelven is megjelent összefoglaló kis könyvében, hogy az ázsiai termelési módot a marxi elmélet nem tudja elhelyezni, miközben ez egy alapvető jelentőségű kategória, mert ez mutatja meg, hogy Ázsia, Afrika, Dél-Amerika miért nem tud akár fejlett félperifériává, akár a centrum szélévé, akár a centrum centrumává válni, hogy Artner Anna Mária kategóriáit is alkalmazzam egy másodpercig ebben az elméleti megközelítésben. Így Anna Mária teljesen igaza van, de ezzel nem húzom az időt. A dolognak emellett pedig az is a lényeg, hogy az egyes társadalmi formák belső dinamikájának a kidolgozása az, ami döntő fontosságú. Egyben itt a természetnek is nagyon jelentős a szerepe, mert a prekapitalista formák esetében, hogy ázsiai termelési mód, antikvitás vagy germán tulajdonforma és erre alapozott feudalizmus jönne létre, Marx szerint olyan szempontokat kell figyelembe venni, mint a törzs hajlamai, ez egy vitatható állítás, hogy vannak-e ilyen hajlamok, de történelmileg kifejlődhetnek, és gazdasági feltételek, de melyek a Grundrisse magyar kiadásának 366. oldalát felsorolt ezen feltételek. Az éghajlat, a föld fizikai minősége, a föld fizikai minőségéből származó kiaknázási mód, a szomszédos, különösen ellenséges törzsekkel való kapcsolat, valamint történelmi élmények, vándorlások során szerzett tapasztalatok. Nagyon jelentős itt még a természetadtassága, hogy haladunk előre a kapitalizmus felé, ez a természetadtasság visszaszorul. Egyetlen egy dologra térnék még ki idő hiányában, mégpedig arra, hogy a kapitalizmus túlélése, amelyre Marx és Engels sem számított, bár Engels 1895-ben az osztályozatok bevezetésében már utalt arról, hogy sokkal életképesebb maga a polgári társadalom, mint ahogy ezt Marx és Engels gondolták, mindig szoktam arra az engelszi formulára hivatkozni, hogy a történelem nekünk sem adott igazat. Valójában a történelem abból a szempontból igazat adott nekik, hogy csak annak alapján lehet ezeket a folyamatokat megérteni, amit ők a történelem elmélet vázlatában kidolgoztak, felvázoltak. Egy olyan gondolatkísérletre utalnék itt, hogy a korai kapitalizmus, amelyik az ipari forradalomig tart, azt talán jellemezhető lenne Marx azon megközelítésével, hogy a tőkének való formális alávetés, tulajdonképpen a tőkés termelési mód első évszázadaira vonatkozik, mondjuk a 15. század második felétől az ipari forradalom kezdetéig, amelyet 1760-ra, 1780-ra tesznek tudósok véleményeltéren valamilyen stertére egymástól, és a tőkének való nem formális, hanem reális alávetés kezdődik magával az ipari kapitalizmussal, ez pedig azt jelenti, hogy a tőkés termelési módnak az élet görbéje, az élet ciklusa, az hosszabb annál, mint amit eddig feltételeztünk, és azt a marxi tételt is figyelembe kell venni, amit a nyers kommunizmusról, vagy a helyi kommunizmusról mondott az Ökfilben, vagy a német ideológiában, illetve amit én rendszeresen szoktam idézni, a moralizáló kritika és kritizáló morál című egyébként rövid kis írásból, hogy mindaddig, ameddig a tőkés termelés feltételei, lehetőségei fennállnak, addig a proletariátusnak a hatalma csak átmeneti lett, és nem beszélhetünk a burzsá uralom végleges megdöntéséről, és tulajdonképpen ma ezzel szembesülünk. Azt is világosan látni kell, ugyanakkor, hogy a kapitalizmus azon a módon, ahogy ez a szabadversenyes időszakban jellemző volt, már nem létezhet, én mindössze két elemet említenék. Az egyik a keresetteremtő állami beavatkozás, amelyből próbálnak most visszavonulni, a másik pedig az, hogy belső értékkel rendelkező pénzzel a rendszert már nem lehet működtetni, akármennyire is akarják az eurót, a Maastrichti kritériumokkal, egy ilyen pénzhez hasonló jellegű fizetőeszközé, csereeszközé, felhalmozási eszközé
átváltoztatni. A záromondatom úgy szólna, ma abban a történelmi korszakban élünk, amelyben Marcit 1852 és 64 között, amikor ő visszavonult és kidolgozta maga elméletét, de a Grundrisszét azért kezdte írni, mert azt hitte, hogy az 1857 nyarán kibontakozó válságból forradalom lehet, amiből aztán természetesen nem lett, ezért 1866-es válságra már másként reagált. Ma a marxizmus, a marxi elmélet tudományos oldala kerül előtérbe, de ugyanakkor a kor megértéséhez is ez döntő fontosságú. Tüttő László egyik tanulmányának van egy nagyon jó mottója, amelyet figyelembe kell vennünk, amikor a mai korszakot elemezzük, ez pedig egy marx szöveg, amely úgy szól, hogy meg és elítélni tudja a jelent, felfogni nem. Ma az Orbán rendszer kritikusai meg is elítélik, de nem fogják fel, hogy itt mi történik. Köszönöm a figyelmeteket! Jó napot kívánok, Róna Tibor vagyok, amatőr operatőr. Én kérdeznék, nem hozzászólnék. Mivel, hogy ez felkerül az internetre, és jó magam is így, hát gyakorlatilag kimaradtam a marxizmusból, mint olyanból. Ezért jó néhány fogalommal nem találkoztam, és akik majd nézik a videót, remélem nagyon sokan, ők se találkoztak ezekkel a fogalmakkal, főleg Winneler társ előadásában, úgyhogy én öntől fogok kérdezni. Ez a germán kapitalizmus fogalmát tegyük tisztába. Most én jól... Germán feudalizmus, ezt akartam mondani, bocsánat, elnézést. Germán feudalizmus, itt most csak az porosz katonai arisztokrácia társadalmi meghatározó szerepéről van szó, vagy valami sokkal többről? Arra most nem volt idő, hogy részletesen elmondjam, hogy az egyes prekapitalista társadalmi formákat Marx szerint, részben a német ideológiában, nagyobb része a Grundrisszében kifejtettek alapján mi jellemzi. A germán tulajdonformának az a lényege, hogy a falu közösség már magántulajdonosokból áll, és kizárólag az erdők, a legelők, a rétek jelentek meg úgy, mint amelyek köztulajdonban állnak. Tehát szemben az ázsiai termelési móddal, ahol kettős jellegű maga a társadalmi forma, mert létezik egy faluközösségi formája, és létezik egy állami szektora a rendszernek, szemben az antikvitással, ahol a kiinduló pont a köztulajdon, a földnek a köztulajdona, és annak alárendeltjeként létezik a magántulajdon. Nem véletlen, hogy a jus privata az eredetileg nem azt jelenti, hogy privát vagy szabad, hanem hogy megfosztott a köztől, és éppen ezért alárendelt pozícióba kerül. Erről szól a patriciusok és a plebeiusok küzdelme, amelyik a liciniuszi és szexiuszi törvényekig volt a fő ellentmondás, amely egyébként aztán később az antik formában oda vezetett, főleg a köztársaság végétől és a császárság kezdetétől, hogy a magántulajdon válik meghatározóvá, és ekkor jelennek meg a római meghatározó jogtudósok, Labeo, Paulus, Papinianus, Ulpianus, Gaius és sokan mások, mert ekkor jön létre az a föld magántulajdon, ami kiinduló pontja a magántulajdonra alapozott jogfelfogásnak. De mindig is megmarad az adott településnek, a városnak az a joga, hogy kontrollálja akár még a hozzátartozó magántulajdont is, és az ebből való kiválás, ami az első lépés a feudalizmus felé. Addig a germán földtulajdonforma, amely bizonyos német törzseknél, amely bizonyos skandináv törzseknél, amelyek szintén germánok egyébként jelentkezik, ott az a dolognak a lényege, hogy a széthulló törzsiség, a széthulló módosult közösségiség lesz az, amelynek a helyére lépő magántulajdoni viszonyokról lehet leginkább leszakadnia az egyénnek. Tehát itt nyílik leginkább arra a lehetőség, hogy az egyén teljes mértékben tulajdon nélkülévé váljon, és ezáltal létrejöjjön egy úgynevezett előproletariátus. Az teljes egyértelműséggel látni kell, hogy ez a fajta változás a felszínen úgy jelenik meg, mint egy hatalmas hanyatlás. Mind a polgári tudományosság, mind a vulgárnarcista megközelítés
a korai középkort, úgy írja le, hogy ez egy óriási visszaesés az antikvitáshoz képest, és óriási visszaesés még az ázsiai termelési mód birodalmi szintű, úgynevezett magas kultúráihoz képest is, például Indiához képest, Kínához képest, a Tangkorszakhoz, akár a Szunkorszakhoz, vagy akár az Omajjáda, vagy az Abbaszida arab államalakulatokhoz képest is, pedig valójában ez a hatalmas visszaesés a módosult törzsiségtől való megszabadulás volt a kiinduló pontja annak, hogy az egyén individualizálódással végbe menjen, megtörténjen a személyes függőségi viszonyoknak, az uralmi és szolgassági viszonyoknak a felbomlása, ami például úgy jelenik meg már a korai feudalizmusban is, hogy nem közösségeket vetnek alá, mint az ázsiai termelési módban, gondoljunk az asszír vagy a babiloniai hódításokra, például a zsidók babiloniai fogságára, hogy ezt a közismert közhelyet említsem, hanem magánegyének közötti szerződéses viszonnyal jön létre maga a klasszikusan értelmezett jobbátság is, ahol természetesen a háttérben azért ott a jobbátságnak egy másik formája, amelyik a rabszolgaságból való részleges felemelkedés jelenti. Csak azok az országok válnak, mint az előadásomban próbáltam jelezni, a mai tőkés világrendszer centrum államaivá, ahol kizárólagosan ez a tulajdonforma volt a meghatározó. Hogy mondjak egy magyar vonatkozást, ugye arról is beszél Marx több esetben, Engels is, hogy kívülről ültetik rá, építik rá egy adott társadalomra valamely másik berendezkedésnek a lényegét. Nyugat-Magyarország egyes részei, ennek az ország legfejlettebb részei, azok a germán tulajdonformához közel álló berendezkedést mutatnak, míg az ország középső és külsen tiszántúli részeinél a nomád ázsiai termelési mód maradványai állnak fent. Tagányi Károlynak egy 1894-ben a magyar faluközösségek történetéről című művét ajánlanám figyelmében mindenkinek. Tagányi egy olyan katolikus történész volt, aki szemben állt a hagyományos közösségformák felbomlasztásával, mert az 1891. évi 12. törvénycikkel történt, azért is írta meg ezt a könyvét. Hogy mennyire jelentős volt ez a munka, azt mutatja, hogy 1949-ben Molnár Erik ismét kiadja, miközben maga Molnár Erik nem ázsiai termelési módban, hanem magyar rabszolgatartó társadalomban gondolkodik 11.-12. századi vonatkozásokban, és 1980-ban ez a munka harmadszor is megjelenik, és miközben Magyarországon nagyon sokan írnak arról, hogy más az ország északnyugati része, más Komárom, Győr-Sopron megye, vagy a mai Szlovákiához tartozó Pozsony és környéke, és miközben ezt szembeállítják és teljes joggal Észak-Kelet-Magyarországgal vagy Kelet-Magyarországgal, nem gondolnak arról, hogy milyen strukturális hátterek vannak. Ez a döntő oka annak, hogy Magyarország nem tud nyugativá válni, és az a döntő oka annak is, hogy ország nem tud kelettivé válni, tehát az a közszerű, hogy putinizálódik az ország, épp úgy teljesen megalapozatlan, mint az is, hogy Magyarország valamiféle nyugati jellegű állammá váljon. Ez az oka annak, amit Adi Kompországnak nevezett, egy költőnek, egy publicistának, persze ezt nem kellett felismernie, hogy ennek mi a háttere, még a valamiféle szakirodalom már rendelkezésre is áll, de egy társadalomkutatónak, különösen, hogyha a marxi elméletből indul ki, ezt fel kell ismernie. Tehát ez a döntő oka annak, hogy ma a világ centrumállamai, Nagy-Britannia, a Benelux államok, a skandináv államok, Japán egy kivétel, de rögtön hozzá kell tennem, hogy olyan kivétel, ahol az egyfőre jutó GDP épp hogy felette van a centrum alsó határának az 2015-ös világbanki adatok alapján, amelyek persze problematikusak, mert folyó áron és folyó valutakulcson alapulnak. Ebből az derül ki, hogy az összes meghatározó fejlett állam az abba a kategóriába tartozik, amit az előbb említettem, tehát még a skandináv államokat, többek között Finnországot is meg lehet itt említeni. Meg lehet említeni természetesen az Egyesült Államokat, Kanadát, Ausztráliát, Új-Zélandot, Japán az 32.000 2015-ös dollár per fő GDP-vel rendelkezik,
valahol 30 ezer táján lehet ezt a határt meghúzni, Olaszország már valamivel ez alatt van, Dél-Korea az 27 ezer körül van. Rögtön hozzá kell tennem, hogy ezek nem jó adatok, mert változatlan áron és változatlan valutakulcsra kell számolni, de nem végeztem el ezt az átalakítást. Nem tudom, hogy ez a rövid felvezetéshez érthető volt-e. A dolognak pontosan az a lényege, egyetlen egy mondatot mondanék, az, hogy nehéz lovasság van, mint például a Szaszánida új perzsa birodalomban, ez még nem jelenti azt, hogy ott európai feudalizmus létezne.